Sok szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait mai sajtótájékoztatónkon, melynek a témája az EU vezetése áfa Európa sírját. Nem volt elég Európában az a nagyon érzékeny bevándorlás párti politika, amit az Európa Uniós vezetés magáénak tett, hiszen egész egyszerűen elárasztotta Európát harmadik négyedik világországban állapolgárokkal és emberekkel. Láthattuk, hogy a szankciós politikájával is csak Európának és az európai állapolgároknak ártott, és most láthatjuk, hogy gyakorlatilag a European Green Deal-nek a megfelelési kényszere miatt, amit jobbára amerikai értekek diktálnak, azok miatt egész egyszerűen gazdatüntetések hullámzottak végig egész Európán, hiszen láthatjuk, hogy az Unió legtöbb tagországában a gazdák megelégelték most már azt a közös agrárpolitikát, ami egész egyszerűen nem az európai gazdatársadalmat erősítette, hanem másoknak kedvezett, mint például Ukrajnának, hiszen egész egyszerűen szeptemberben az Európai Bizottság nem hosszabbította meg a gabona behozatani tilalmat, és ezzel gyakorlatilag a közös uniós agrárpolitikának több mint 6 éves egyik a közösségi preferenciát azt teljes mértékben mellőzte, hiszen ez egy kimondott és írott szabály volt, miszerint a tagországokon belül áramolhat szabadon az áru, de minden külső országból volt, csak magasabb vámok ellenében érkezhet az Európai Unió területére bármilyen termény, ezzel próbálták meg biztosítani a közösségen belül termelőknek a biztos megélhetést és a biztos piacot. Ez már a és láthatjuk, hogy gyakorlatilag egy eszetlenség vette kezdetét, hiszen azt is érdemes megemlíteni, hogy amíg mondjuk a 15%-os húsadónak a bevezetése, ez már napi van az Európai Uniós vezetése előtt, 2025-től 2030-ig szeretnék bevezetni ezt a húsadót addig azt is látjuk, hogy az Európai Bizottság 5 milliárd forintnyi összeget adott egy holland-spanyol konzorciumnak arra, hogy a műhús tömeggyártását kísérletezzék ki. Azt gondoljuk, hogy ez sem az európai gazdálkodók érdeke, egység az európai állampolgárok érdeke. Éppen ezért a mi mozgalom, mint egy következetes, és most már lassan legelős, legerősebb ellenzéki párt Magyarországon követeli a kormánytól, hogy ne csak látszat gazdatüntetéseket hirdessen meg, hanem valóban álljon ki az Európai Uniós érdekekért, és azért az agrárpolitikáért, hogy megtűnni átok az elpényére.